A kormány szerint nem elképzelhetetlen, hogy sikkasztotta a norvég civil alap pénzeit kezelő alapítvány. A miniszterelnökség államtitkára azt mondta, a támogatások felhasználásánál gyaníthatóan szervezett bűnözés folyik. Részben olyanok értékelték a pályázatokat, akik pályáztak is az alappénzeire. Az ökotárs vezetője szerint ilyen soha nem történt. Vidós Mihály riportja. Ezeknek a pénzeknek a felhasználásánál szervezett csalás történik, és ez ellen lép fel a kormányzat. Kemény szavak a miniszterelnökség államtitkárától. Csepregi Nándor a norvég civil alapról és annak elosztásáról beszél. Szerinte a pénzosztásnál bűncselekmények történnek, és ezt maga a norvég alapkérésére készült Ernst & Young vizsgálat állapította meg. Hadd kérdezzem meg, hogy önök szerint független az a folyamat, amikor a pályázók és az értékelők ugyanazok, illetve ugyanabból a körből kerülnek ki. Sportszerű-e az, ha a bírálók által adott pontszámokat anélkül változtatja meg Móra Veronika, a konzorcium vezetője, hogy ezt írásban megindokolná. Vagy transzparens-e az, amikor az alacsonyabb pontszámot kapott projektek kapnak pénzügyi támogatást, míg a magasabb pontszámmal rendelkezőket pedig elutasítják. Csepregi személyesen kérte el a kutatást a könyvvizsgáló cégtől, vagyis azt még nem látta. Azt mondja, ha beigazolódik a gyanú, akkor meg sem várják a KEHI vizsgálatát, feljelentést tesznek sikkasztás miatt, és a norvég kormánynak is át kell gondolni az együttműködését az ökotárssal. Olyan nyilvánvalóan nem fordult elő, hogy az értékelő saját magának osztott volna a pályázati úton pénzt. Az összeférhetetlenségekre akkor is most is odafigyeltünk. Amit a jelentés szóvá tesz, és ami egyébként a sajtóban is megjelent, az az, hogy az értékelők a lebonyolító alapítványoktól, tehát tőlünk pénzosztóktól nem voltak függetlenek. Az ökotárs igazgatója visszautasítja az államtitkár vádjait. Azt mondja, az Ernst & Young csak a 2008 és 2011 közti gyakorlatukat vizsgálta, és annak következtében változtattak is a kifogásolt módszereken. Ma már az ökotárs nem vesz részt az értékelésben, a pályázatok sorrendjéről pedig részben mindig is szubjektíven döntöttek. Ami a pontozást illeti, úgy zajlott a folyamat, hogy ezek az értékelők előzetesen írásban pontozták a kritériumrendszer szerint a pályázatokat, majd kialakult egy nyilván egy sorrend, utána összeültek, és ezt megvitatták. Nyilvánvalóan ennek nyomán módosulhatott a pontszám, annak függvényében, hogy a vitán, az ülésen milyen konszenzusra tudtak jutni egymással a bírálók. Megpróbáltuk a kormányhoz hasonlóan mi is elkérni az Ernst & Youngtól a norvég civil alappal kapcsolatos kutatást, de nem jártunk sikerrel. A világ egyik legnagyobb könyvvizsgáló cégénél azt mondták ugyanis, hogy a megbízásaikkal és az ügyfeleikkel kapcsolatban teljes titoktartás köti őket, így a magyar kormány sem kapja meg tőlük a kutatást. Hivatalosan még azt sem ismerik el, hogy ez a kutatás egyáltalán létezik. Vidós Mihály, T24.